Na, sziasztok, üdvözlet Körmendről! Itt vagyunk a 22-es vonalnak a kiágazásánál majdnem, és itt van az egy váltókezelő torony, azt már megfejtettük, és arra fogunk tovább menni majd, a 22-es vonal az alalövő. Ja, ott ágazik ki, ugye az már az, ahol kiágazik. Hát ez a vágány, ez már egyenesen az. Igen, akkor ez már az, akkor haladunk erre fel tovább. És simből van a túloldal, csak igen. Mutatom. Ja, egyébként Becski András van itt mellettünk, mert igen, most már látszódsz. Jó meg, napot kívánok! Meg itt van még Ákos is, csak ő nem akar szerepelni a videóban, úgyhogy ő a kamera mögött van. Azért el kell mondjam, hogy 23 kilométert terveztünk, egy óra van, és 8 óra 35-re zallövőn kéne lennünk. Úgyhogy most a felvételre mindenki tippelje meg, hogy mekkorát fogunk szívni. Hát, nagyon, meg akkor mikor fog ránk esteledni? Igen, hát 8-ig világos van, az nem hát, mondjuk videózni még lehet ezért szürkületben, és fotózni már nem annyira, de videózni hát, lehet. Megkezdettük a bejárók. Szerintem de röhögnék a gyesek, pont most járna ebben vonalatokat. Ja. És így találkoznánk is velük. Megyünk mögöttük konkrétan térközre. Hát igen, most vannak olyan információk egyébként, hogy lehet, hogy még idén felszedik a pályát. Tehát azért is haladunk. Óvatosan vagyok ezekkel az infókkal, mert a Bence videóra rámondtam, hogy a 73-as trolli, a City trolli útvonalát fogja követni, és mikor már kimondtam, akkor nem volt igaz. Ja, hát most nincs is City trolli. Te ugye arra mondsz, hogy most úgy viszik be a Deltre, hogy a City trolli útvonalán, tehát beviszik a Lehelen a... És nem arra megy. És végül is nem arra megy. Igen, azt pont ezért tegnap láttam, hogy megy a Deák fele. Na, akkor haladjunk most már, mert sose érünk oda. És itt vagyunk, ahol a 22-es elágazik, és jön egy fölött. Ez egy sportszelet. Igen, ez egy eseves sportszelet. Igen, egyébként a Szombathely Szentgotthárd vonalon vagyunk. És ebből ágazik ki Körmendi, ez az alalövői. És itt megy tovább a vicinális zalalövőre. Az utolsó kép se rúg ki. Van némi igaz. Meg hamarosan lesz majd két híd, amit majd át kell kelni. Az lesz a húzósabb, azt mondod? Az lesz a kihívás, mert ha hidakon átkeltünk, akkor a túra veszélyes részét már teljesítettük, utána már csak teljesítmény van. És még nem mentünk egy kilométert se. De. Vagy hát mondok kb. Annyit, nem sokat mentünk. Ott az 1,5-ös. Ja, 1,5-ös? Igen. Ilyen sokat jöttünk már. Ugye? Eddig mi nem tűnt föl. Unalmas volt azért. Hát igen, na majd most lesz az izgalmas része. Első átjáró, fénysorompó, és működik, és itt van egy őrház, szerintem ez volt régen a sorompó őrhely. És ott a gazban megy tovább a vonal azon a lövő fele. Mi is arra fele fogunk menni. És itt vagyunk egy híd előtt, szerintem akkor ez a legelső kis híd. És mintha itt lett volna egy megálló. Legalábbis itt pont elfér egy peron, és miért van itt ez a korlát? Hát meg lehet, persze. Hát, egyébként meg is szokták, hogyha ilyen van, hogy valaki a fentről pontul majd meg kell nézni, hogy van-e. Hát ha látszik valami. Hát ez a korlát ez az egyébként. Igen. Gyanús nagyon. Jellegzetes. Ha csak nem attól védik a vasúti pályát, hogy rárongyoljanak a mezőnövényei. Ja, vagy a biciklisek itt, mert mellettünk itt ez a körtöltés, és akkor az csak bicikliútként funkcionál. Hú, körtöltés. De szépen mondom. Hát az Alföldön vannak ilyenek itt. Nálunk ott az Alföldön ezek voltak a legmagasabb pontok. Mindig. Vidd ki a fiadat a körtöltésre, lásson hegyeket is. Körébe ül. Elkezdenem a alföldi párbeszéd. A töltésnél magasabb az nálunk már hegy. De most átmegyünk az első hídon, amit találtunk. Ez itt a lába, vagy nem? Ez nem a lába ahhoz. Nem. Ez a jó, rá fogunk baszni. Ez a túl keskeny ahhoz, hogy lába legyen. Meg nincs alatt a folyó. Igen. Állj meg! Egy picit. Szerintem nem azokon a vaslevezeken kéne átmenni, hanem a fákon. Vagy a vaslevez jobb? Szerintem tök mindegy, de ha stílszerű akarsz lenni, a fákon mész, mert akkor olyan lesz, mint a vonat. Ja, hát akkor azon megyek. Én meg a sínen, hallod? Van terelősín. Ja, tényleg, hát így rá lehet írni, de enném a szívabb építmény, biztos nincs. Nincsenek ezek elrohadva. Így megyek a fán, az biztosan. És a közepén, mert az úgy vicces. Hát most biztos, hogy a felvétel lesz a legjobb, mert inkább azt figyelem, hogy hova lépek. Hát igen, mert itt nincs alattam semmi.
De van, csak pár méterre lejjebb. De itt nem leszek vizes, mert ez az izé már kiszállat, bármi is volt ez. Igen, hogyha mellé lépsz, akkor rájössz, hogy van alattad valami. Igen. Csak idő még eléred. De nem úgy működik, mint az izénél a gyalogkakukból, csak akkor hat a gravitáció, ha lenézel. De tériszonyod akkor lesz. Nekem az nincsen, szerencsére. És még itt is van Balíz a híd előtt. És most ott van a háttér, de még egy híd. De hát, hogyha a PFT-sek át tudtak menni, mi is át tudunk menni. Visszajövök, megadja. És itt a következő híd. Ez már a Rába. Igen, úgy tudom, hogy a vonalnak ezek a legkritikusabb pontjai. Ez a két híd. Ez, én nem a fákon megyek. És ez már a Rába, igen, azt nézem, hogy ezek a fák azért elég korhattak már. Rábaszni a Rábán? Igen, Rába, vagyis rábaszol. De itt, hogyha a vasra lépek, akkor sima így. Megvárjuk, amíg átérsz. Oké. Okay. Akkor jöhettek. Ha leszakad, ne gyertek. Két kérdésre meg kell feleljen, vagy a hídon átlemereztem. Micsoda? Sri Lanka fővárosa. Honnan a feléből kutya van? Híd a Rába folyón. Az a... Most forgatjuk a Híd a Rába folyón filmet. Igen. És mindjárt is élek. És ez viszont már tényleg a Rába, ez már elég széles meg nedves ahhoz, hogy a Rába legyen. Itt van a Rába. Ezt nézzétek, itt van ezek a cölöpök, nekem gyanúsak, hogy itt lehet, hogy korábban is volt egy híd, és... Nekem kell. Tudom, mert arra ráfér. Akkor Dani, menjél. Csak ezt belevideózom. Akkor a sorrend marad át. Találtunk még egy hidat, ami ráadásul le is van zárva, de nekünk mégis át kell valahogy menni rajta. És ha megnézed oldalról, ez ilyen provizóriumokon van, igen. Tehát így... És találtunk egy harmadik hidat is. Becs meg Ákos is azt mondta, hogy csak ketté van, de... Mégis csak lett egy harmadik. És mindjárt átjönnek a többiek, és megyünk tovább. És megérkeztünk a negyedik híthoz. Vagy a harmadik? Ez még csak a harmadik, nem? Nem, ez a negyedik. Jó, ez a negyedik, tényleg az a harmadik, ez a negyedik. Megmondanám, hogy ez a negyedik híd a kettőből, amit ígértem. Tehát elmondhatjátok, hogy túl teljesítettem az ígéretemet. Nézem, két és félszeresen fogom túl teljesíteni, mert... Ott van még egy. Az ötödik, igen, is. A távolban van még egy híd. De ez a jó ebben, hogy ki tudja, még lehet, hogy nem is ér véget Zalalövénél a pálya, és tovább megyünk. Hát figyelj, akármeddig. Vasárnap estig. Ja, menjek én kamerával, jó. Menjél, úgy nincs benne senki. Alagút is. Majd. Igen. Ja, még alagút is lenne. Hogy egyszer csinálhatjuk azt is, hogy majd iszapnyerőcébe csöppensz bele. Valamikor azt is csinálhatjuk, hogy odaadom neked a kamerát, és akkor lesz egy olyan vonalbejárás, hogy én is rajta vagyok. A simán. Mert hogy én minden vonalbejárásra csak a kamera mögött szoktam lenni. Jó, akkor mindjárt ráteszem, ha gondolom. Itt a hídon, add ide! Sikeresen átjöttünk a hídon, arrafele van Zalalövé, majd megyünk tovább. És hát na, ez egy rendhagyom vonalbejárás, mert én is rajta vagyok a videón, nem csak a kamera. Így van, és hogy megmutassuk, hogy micsoda borzasztó. Igen, itt a híd. Micsoda borzasztó trauma ért minket, át kellett jönnünk a be nem ígért negyedik hídon. És ez még nem is a legrosszabb állapotban jövő, de az előző, amit átjöttünk, a sokkal rosszabb volt, az még így sima ügy. Ez de mindebb is volt, jobban, és ott az ötödik, ott a végén, hogyha megnézzük. Királyság, majd hamarosan jelentkezik. Még előttünk is van egy híd, igen. Az ötödik hídnál, a V-híd, az a V-híd. V-híd, igen. Monostor pályából jelentkezünk. Jaj. És itt az ötödik híd. Ez a V-híd. Ez a beígért, igen, ez a V-híd. Na, fölvegyem, hogy átmész rajta, szeretnéd? Aha. Megy. Dani elkezdte a ötödik hídbe, a V-híd bejárását. Átkerés a hídon. Igen. Csapó egy, indulás. Ez nem a Híd a Kwai folyón, és nem a Híd túl messze van című film. És nem a Remágeni híd című film. Híd a Kwai folyón az elejét be lehet egy nyomni, az főzi pont alá testet. Csak az, amely copyright, ott a hírt a YouTube-on. Hát a YouTube igen, de otthon csak nem tiltott be magadnak. Hű. Csak így mutatjuk közbe, hogy ilyen finomság van alattunk. Egy kis... Hát egy kis mondjuk víz. Na jó, menjünk tovább. Mélység.
Na, majdnem mintha Béze jött volna át. Most így elütt. Hát lehet, hogy volt egy 10-es lassú jel a hídon. És szerzétek, na. Na ez néz ki a járhözőt, ez már járhatatlan. És igen, ez itt egy útátjáró, és nyomokban sineket is tartalmaz. Meg erre fele nyomokban vasutat is. Nyomokban vasutat tartalmaz. Hát itt már látszik a vasút, de ennyi. Honnan látszik, hogy itt igen. Vagyunk rajta? Hát most már itt nem már látszanak a sinek. Csak, csak itt van ez a szakasz, ahol itt nem. És ott a vonatpótlónak a gumia. Ja, tényleg. Itt ez a traktor külső gumia. Az mekkora már hallott gyerekeknek homokozónak. Hát nézd meg. Zárn. Kedves nézők, jó eséllyel fogjuk lekésni az utolsó buszt, úgyhogy haladjunk. Ja, akkor menjünk. Hát mert akkor zalalövőn éjszakázunk, vagy gyalogoltunk a kocsiig vissza. Az vicces lesz, igen, az sötétbe. Igen. Level 2. Level 2. A hidakon. Igen, itt még lehet, hogy szerencség lesz, még itt is egész jó a helyzet. Itt lehet menni. Igazából az űrszelvény az tiszta. Meg azért is... Leszámítva ezt a nagy fát, ami ide bedőlt. Akác. Mi más lenne, mint akác, csak hogy szúrjon. Természetes. Hát ez akácfa minden vonalbejárásnál van. Anélkül nincs vonalbejárás. Körülbelül. Fölött az nem pofászik vissza, mint azért a Herkules, hogy hibba. Az 56-os szelvény körül gyalogolunk, és igen messze vagyunk még a célunktól. De legalább lehet haladni. Viszonylag kicsi a dzsindzsa, és csak pár ilyen szúros üze. És van akár. 56-os. Most itt rá volt festve izére. Most voltunk az 56-nál. Talpákon rajta van, érdemes nézni. Talpákon mi? Most volt az 56-os, rá volt festve feketével. Azért itt van egy pár olyan dolog, ami miatt lehet nagyokat bukni orra, de... Na itt vagyunk a 7-es szelvényben, 7 kilométert jöttünk. 300 méter egy fénysodompós át, és szerintem ott lesz majd a Nádasdi megállóhely is. Szerintem ott van már az igen. Után. Ott lesz, hát menjünk tovább és meglátjuk. Hát ott meg az átúdító, de már nem működik. Miért? Hát ja, hát még lehet, hogy működik, mert lehet, vonat... Működne, ha lezárnánk. Hát igen, vonattak lehet, hogy villogna. Mert láttam a izét a... És akkor megérkeztünk, Nádas megállóhoz, itt vagyunk a peronon. Aha, és itt van a megállóhely épülete is. És szépen egy OSB lappal benyomva, ahogy az kell. Ott egy fénysorompó. Körbe is van kerítve. Hát bemenni nem tudunk, ez látszik. Hát de, csak nem fognak örülni, hogy átszakítjuk az OSB-t. Ja, hát meg szerintem semmi értelme bemenni, hogyha OSB lapra be vagy jobba, úgyis bármilyen semmi érdekes. Itt a következő fénysorompós útátjáró, Nádas határában. Ez az AS-79-es fénysorompó. AS-79. De ott a 8-as szelvénykő. Uh-huh. Tehát akkor ez miért AS-79? Hát 79-es meg a 80-as között van. Végül is. És éppen benne van. Ez még a 79-es, mert utána kezdődik a 8-as. Jó. És ott a közúti tábla szerint 13 km az alalövé. Az ő nagyságrendileg stimmel is. Egy 125-es átjáró. Itt keresztezi a közútat a vasút. Itt is. Fénysodampós átjáró. És még... Érdemes megfigyelni, milyen szép lassan jönnek igen. A kamionok. Lelassít, de csak azért, mert most filmezel. Ja. Egyébként az előző kamion az kb. Dupla ennyivel jött itt át, és tartály kamion volt, úgyhogy örültük, hogy nem fordult ránk. De működik, lefilmezted? Le, igen, a fénysodompó működik. És errefele megy tovább a vasút. Ott a feloldó. Igen, ott van, igen, a behatási pont, vagy hát az már feloldó. Igen. Behatási pont is van valahol. Hát és hát még vagy 12 km az alalövő. Erről jöttünk, ott volt a bányakavics ágyazatos vonal. És ide azok még 48-asok, meg ugyanúgy talpfások. És a hosszú egyenes után itt van egy. Jó, köszönjük, tehát itt van az első ív, úgy kb. 4 km óta. Talpa hullások. Igen, hát, jó, hát persze, hát ezek a szarváló a talpák, azok itt is vannak. És ennél még csak rosszabbakat láttunk. Viszont
kilométerek óta végre nincs itt az a szúros gedva. Igen, végre. A nyakunkat törjük ki. Ez a rózsa, kúszó rózsa, vagy mi az is? Igen, abban sok volt. Itt végre? Igen. Most itt lehet nincsen, az is lehet haladni. Ez csalóka, mert ha ilyen lenne mindenhol. Igen, jó is. Szerintem nagyjából még egy kilométer, és a következőnek állunk. Egyben az utolsó. Valami ilyesmi, most nem tudom fejből, hogy mint. Na, menjünk. És itt vagyunk a következő megállónál. Zalahást, hágy szőce. Hát itt is állomási épület, látjátok. Itt van a pelong azzal felvelve. És hát igen, ott volt a váróterem, ott volt a forgalmi iroda. Itt volt, szerintem itt volt egy kitérővágány, vagy kettő. Ennyi. Hát valószínűleg lakatlan ez az épület is. Úgy néz ki, mintha bárki is lakná, de deszkázva. Én pedig mondjuk a villanyvezetékek még megvannak. És itt egy fénysodompós átjáró. Mehetünk tovább. És több megálló már zalalövőig nem lesz. Most megint azt a szakaszt mutatjuk, de nem mozgass, mert úgy szar lesz. Azt a szakaszt mutatjuk, ahol szar menni. Igen. Ezáltal mindenkit elrettettünk attól, hogy a nyomunkba eredjen. Egyébként itt vagyunk Zalahágy szőce és zalalövő között. Sajnos még Zalahágy szőcéje sokkal közelebb. A 15-ös, 15-3-as szelvény körül. Ugye a van még 2,5 óránk a buszig, ami 8 kilométerre van. Na jó, lehet csak 7. Itt az esetben egész jók lennénk. Nem, megnézzük. Fölmegy izé fele. Fölmegy. Azt kell nézni, hogy a kamera mikor fog egy ilyen húk, és így megnézi közelről a talpákat. Az lesz az a pillanat, amikor Ákos bizony egy futó rózsa foglyul ejtette a vonalon, ami egyébként itt van velünk már majdnem nádasd óta. Rohadna meg. Állj meg, Becs. Igen. Fordulj meg. Igen. És a lábadon lehet is látni. Nem, az azért van, mert engem ütnek otthon. Csak mindig lent. Hallottuk, szóval Edina üti otthon. Tényleg úgy néz ki, mintha valaki járt volna. Bűnjel. Bűnjel, de mi? A törvény. Ez itten vasúti jármű közlekedését feltételező bizonyíték, erejű nyom. Hát csak kérdés, hogy mióta van itt, hogy... Hát nem azt mondtam, hogy ez tegnap volt, igen. Csak az a nyomot középen az azt mutatja, hogy... De nem hiszem, hogy 2009 óta nem rozsdásodott be. Hát csak happy lehetett az is. Mi az, ami csak úgy nyomta le, máshol meg nem? Igen. Pedig az tipikusan olyan nyom. Tehát az, igen. Az, amikor középen van egy vékony sáv, az az, hogy ott valami ment. Különben itt is megfigyelhető, csak nem annyira jó. Itt a bal oldalin. Ott inkább a szélén van, mert be van hajlítva a sír, fejben van kicsit döntve. Lehet, hogy még amikor egy sev átvette, akkor van PFT szerelvény, végig zavart. Szerintem még itt évek felezőt is számolt PFT szerelvény. De csak abból gondolom, hogy azért, ha nem lett volna, akkor ennyire nem lenne ez. 2009 decemberében zárt be. Hát igen, hát abból nem látszana, igen. 10,5 éve. Hát nem ilyen lenne a nyomvonal. Hát igen. Tehát, valahol zalalövő határában lehetünk, vagy arra fele minden igen, esetre, de... És itt egy új híd, ami 7 éve még nem volt ott, vagy 6 éve? Mikor... 2013-ban jártunk be ezt májusban. Akkor az 7, és akkor nem volt még itt. És akkor ez még nem volt, de egyébként látszik a hídon is, hogy még nincs. Ugye, hogy az új, igen. Igen. Még a rézsű is egy kicsit olyan határeset, úgyhogy ez egy olyan 1-2 éves műtárgy lehet maximum. De... Hát meg erre fel nem jár a kutya se, tehát valószínűleg azért nem filkálták még össze, nincs annyira szem előtt. Hát igen. És aki erre jön, igen. Mint mi, azok igen. Meg nem az a kategória, akik firkálnának. Hát igen, mi nem szoktunk. Metszólóval amúgy is nehéz, de azt úgy is ott lettem körmenten az akkor. Ja, pláne. Mert hoztam a túrára kertészkesztyűt és metszólót. Ezek ott pihennek az autóba körmenten, mert igazából erre ott volt szükség, hihető. Viszont legalább nem szipelem. Király. Viszont a kavics ágyazat az nagyon látszik, hogy ez még itt a régi ágyazat. Már kavicsból sincs sok egyébként a megjegy, ez inkább bár ilyen agyag. Tehát ide még bazaltkő se jutott, mint ugye egy normális ágyazatnál, de ugye ezek a bazaltkövek vannak. Azért lássuk, hogy ezen a vonalon jó pár ilyen szakasz volt. Igen, hát volt, igen, több is. De most itt viszont legalább lehet haladni.
Mert nincsen szúrós növény se. Lenne egy pályakocsink, akkor most itt legurulnánk Zalalövőig a forgalmista legnagyobb örömére, mert ez már odaig lejt. De egyébként meg ugye fingó nincsen még, hol vagyunk és milyen messze. Értve azt nagyjából tudjuk, hogy milyen messze Zalalövőtől, de... Hát figyelj, 18-nál vagyunk mindjárt, szóval ilyen hogy... 10 km-től. Még lehet, hogy jók leszünk az előző buszra, gyerekek. Az mikor megy? 19-50 valami. Hát az még másfél óra, nem nincs már annyi. Nincs, ez egy óra. Bő egy óra is jön. Hát az... Nem egy kis hit, tudani. Hát végül is. Ezt nézzétek, már közeledünk Zalalövőhöz, de már itt van a balíz. Valahol 12,5 kilométernél. Mindjárt nézzük, hogy itt is van egy balíz. Nagyon jól vagyunk. Majdnem 20 kilométerrel a lábunkba. 3 kilométer a céltól, és 1 órával a buszindulása előtt Zalalövői erdőben királyság. Sötétedés. De már lassan valahol kifele kell jöjjünk az erdőbe. És ennek a hülye szalad izé szúr. És az utolsó pillanatban törjük ki a nyakunkat természetesen. Na, de erre film, ezek egy kicsit menet. A terepviszonyok nem sokba változtak, itt nem mohásak a talpák sajnos. Csak részben. Úgyhogy a vörös szőnyeg nem vár minket Zalalövőn. Se az zöld szőnyeg. Hú. Hát az utolsó időszakban a bézi azért sokkal gyorsabban nem jött ennél. És megyek kb. 5-tel. Csak 6-szorosan. Ez nem sokkal gyorsabb. Na szóval és tettel 20-as szelvény körül egy újabb terepakadály, melyet alulról fogunk megkerülni, kikerülni. Buk. Ákos fölülről próbálkozik. Ezt filmez. Filmezem. Jaj, itt mennyi energiája van még a végére, itt demonstrálja. Még egy gyorsan, most nekifutásból ugord át. Dani szerintem át kúszik lassan, érted? Négy kézláb, mint a izé, a fóka. Rohanják és a fogarják egyet. Igen, most nekifutásból és dobbancs, és akkor hús! Ne, most töröd össze magad, lekésjük a buszt. Hát akkor biztos. Ez kész, amit a házik alatt. Na most vissza. És akkor ott marad. Vége, köszönjük stúdió. És most gyere alul, ne legyél deviás, mindenki alul jött. Így van. Nagyon tehetséges vagy. Tényleg. Tetszik a túra? Tetszik, és ez a hosszú egyenes előttünk. Ez a túrha. Túrha, az tetszik. Igen. Csak az nem tetszik, hogy utána még van 230 km vezetés, és most esel el. Majdnem sikerült. Látod, itt vagyunk már Zalalövő határában, Fénysodompós, hát vissza már nem megyek azért. Add ide. No, hát ez még műkszik. Balizok is vannak, úgy királyság. Onnan jöttünk. És mint látszik, a srácok állásából is erre haladunk Zalalövőre, a végállomásunk felé. Jó estét, jó szurkolást kívánok mindenkinek! És már lassan itt vagyunk a célegyenesbe. Hogy érzik magukat? Megvagyunk. Jó, hogy odaérünk. És itt már tényleg a bejárati jelzőt azt már elhagytuk Zalalövő fele. Ugye mutat a lendületlenül a vöröset. Itt vagyunk, és egyébként itt ment a régi nyomvonal is. Valahol a régi 25-ös. Az itt a két vonal párhuzamosan ment így egymás mellett. Itt balra kiment a 22-es mellett, és majdnem az alapatakaljáig együttmentek. Igen, azt ott látok, ott elég széles volt a töltés, és egyébként a 25-ös meg itt van mellettünk. Ha van kedved, a dobokról a képeket, ezt beilleszteted a videóba. Oké.
Majd küldd át valahol, Google-be vagy valahol. Jó. Már, oké. Na itt van az útátjáró. És ez már az alalövő. Hát fotózni már nem lehet, videózni még igen. Hogyne lehetne? Hát... Kolléga úr, egy ja. Szóra. A dicső vége. Ákos, mit mondtál, mennyit volt a túra? 7 óra 8 perc. 7 óra 8 perces túra után. Hát nem nagyon álltunk meg pihenni, ezt gyorsan tegyük hozzá. Hát nem, hát előltetett menet volt, talán itt a végén, hogy ide érjünk még a busz előtt. Viszont itt vagyunk. Igen. Hát még a buszon el kell másztunk, de már ennyi. De az több, itt van, ott van. Több gyaloglás itt már nem lesz. Nem, és napokig utána senkinek. Hát igen, valahogy úgy. Szia Ákos! Szia Becs! Jó volt? Nagyon jó. Nagyon élvezted? Holnap egy 40 kilométer? Jó. Jó? De csak virtuálisan természetesen. Azt nem előltetett meg ebben, azt én na majd jövő héten folytatjuk Pécs-Pécsvárad. Persze. Igen, az viszont igen, Pécs-Pécsvárad, az kell. Azt mondja, Ákos, hogy ne. Sziasztok. Az csak 23 kilométer. Igen, mint pont, mint ez. Csak. De az hamarabb kezdjük, úgyhogy nem kell. Ezt nem egykor kezdjük fölteltőleg, és akkor... Nem, igen, ott majd lassabban megyünk. Meg megállunk pihenni. Na jó van, Dani. Búcsúzz el a nézőktől. Hello, 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 sziasztok! Majd legközelebb találkozunk. De valami konklúzió? Hát a konklúzió az megvan. A régi zalanövői... Ilyet régi terv volt már az zalanövői vonal bejárását, most végre sikerült. Megvan, hát olyan volt, mint vártam. Hát kicsit előltetett mellett volt így a vége az, hogy nagyon nem hiányzott, amikor nagyon meg kellett nyomni. Megszenvedtünk, érted, de megvan. És persze ilyenkor már nincs nyitva semmi, tehát nem tudunk se ezért indivalót venni, se más. Ez azért egy nagyon szalad, hogy még egy sör se lehet megindni utána. Majd a kútnál. Hát igen, majd hazafel a benzinkútnál, hogy valahogy megállunk addig meg. Igyekszem nem szomjan halni. Vétel, és akkor egy ilyen, erre lehet leféderelni.